Üdvözlök itt mindenkit, hogy Decentralized Finance Hungary mai videójában. A mostani videóban azt fogjuk megnézni, hogy melyik az az új projekt, ami valószínűleg át fog jönni, vagyis nem valószínűleg, biztos, hogy át fog jönni a Binance Smart Chainre, és milyen potenciált látok benne, miért gondolom azt, hogy ez egy jó ötlet Oikos tokent vásárolni, illetve miért látom azt, hogy a DeFi projekt, amit itt láttunk, Oikos DeFi, Decentralized Finance on Tron, át fog jönni a BSC Smart Chain-re, és ez miért fogja megdobni a mi árunkat. Ugye megnézzük az Oikosnak az árát, all time high volt ugye 11 cent, dollárban most jelenleg kevesebb, mint 2 cent, tehát 2 cent körül mozog. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség lesz szerintem, aki szeretne egy gyors profitot ezen csinálni. Nyilván ez nem egy pénzügyi tanácsadás. Én személy szerint most vettem egy pici Oikost. Ugye megnézzük az Oikosnak az árát, akkor látjuk, hogy egy ilyen accumulation phase-be voltunk. Nagyon nem történt semmi, hiszen ezzel a projekttel ugye a Justin Sumption szeretett foglalkozni. Igazából nem szerette ezt a projektet. Voltak kisebb errorjai, hibái, de tulajdonképpen ez egy nagyon régi projekt, egy nagyon jó developer teammel. Én úgy gondolom, hogy talán ha nem Tronon, akkor a Smart Chain-en fogják ezt az igazi sikert learatni. A jelenlegi állás szerint ugye az Oikosnak az ára, illetve az Oikos projektnek a volumja, megnézzük, nagyon-nagyon alacsony. És úgy gondolom, hogy amint felkerül a Smart Chain-re, itt egy óriási rakétaszerű, egy SpaceX-es kilövés lesz, ami elérheti az all-time high-et, ami 11 cent, de valószínűleg, ha volume, még több volume megy bele, annál több áremelkedés várható. Jó, most ez csak az én gondolatom, az én tippem, és ha megnézzük ugye, akkor itt van egy a beta funkciója, bocsánat a kutyák miatt, itt van egy beta funkciója ugye a Oikosnak a Smart Chain-en, ez még a nem biztonságos verzió, megnézzük, itt látszik, és akkor itt lesz majd, hogy BNB-ről Oikost hogyan tudtok váltani és a projektben részt venni. Ha megnézzük ugye, akkor még van a jelenlegi helyzetünk szerint, hogy hol tudtok Oikos tokent venni. Hát sajnos eddig csak az mxc.com-on tudtok venni, illetve Tribe-on, tehát ide mindenképpen, hogyha szeretnétek, akkor fel kell regisztrálnatok, és úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, én szerintem ebben a projektben most beszállni, és hát igen, ha felszállunk, akkor az elég erős lesz. Visszatérve egyébként, még ugye mondtam a múltkori videóban, ne csekkoljátok annyit a chartokat, türelem jó, tehát türelem. Egyébként a Cardano-nak szerencsére úgy látom, hogy bejött a tippem, hogy el fog indulni. A Binance Coint egyáltalán nem felejtettem el, imádom a Binance Coint, a pénzemnek a több részét ott tartom. Én nagyon-nagyon gondolom azt, hogy a Binance Coin hosszú távon még minimum 1000 dollár lesz. És iratkozzatok le akkor, hogyha a Bitcoin nem ér el a 60 ezeret ebbe az évben, jó? Tehát ha nem ér el a Bitcoin 60 ezeret, ha azt hiszik, hogy itt a vég, akkor légy szíves, iratkozzatok le a csatornámról, mert ez nem ennek az embereknek való, akik történik egy pici dip, történik egy kis pullback, akkor mindenki megijed, jó? Tehát ez egy más műfaj, itt türelmesnek kell lenni, ez ciklusokban zajlik, és könyörgöm, mindenki nyugodjon meg, jó? Tehát ha megnézzük a Bitcoin chartot, 2017-ben nem egyenesen mentünk fel az égbe, hanem ha jobban bezoomolunk, akkor bizony-bizony voltak pullback-ek, voltak dipek, és ez mindig is lesznek, jó? De ha nem hiszel benne, akkor nem való a kriptó, jó? Tehát ezt a folyamatos félelmet, amit látok, azok az emberek csinálják, ugye, akik nem hisznek ebbe a projektbe, vagy gyors pénzért jönnek ide, hogyha te gyors profitot akarsz csinálni, sajnos meg fogod magad égetni. Én ezt gondolom, jó? Tehát mindenképpen kicsit mindenki nézzen bele ezekbe balra, hogy mi történt. Bizony-bizony voltak pullback-ek, bizony-bizony voltak óriási szünetek a pumpok között, jó? Tehát itt vagyunk, és egyszerűen ez hihetetlen. Megnézzük, kizumulunk, hát szó se jutok, tehát türelem, jó? Türelem, ennyit tudok mondani.
Viszont akkor, ha még egyszer megbeszéltük ugye az Oikos projekt átfogni BSC-re, én szerintem óriási kilövés lesz, és hogyha majd átjön BSC-re ez az Oikos projekt, akkor mindenképpen meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudunk ezzel egyéb pénzt keresni, illetve mit tudunk csinálni. Addig is örülök, hogy itt voltatok, és hát jó hétvégén nektek, sziasztok!